általános iskolás korom óta, ilyen 8-10 éves korom óta. Egy olyan embernek, aki belenevelkedik a vallásba, azt ott nincsenek ilyen határok, hogy mikor hívő katolikus. Egyszerűen annyira része a neveltetésnek, ez olyan, mint hogyha megkérdezed, hogy mióta érzed magad magyar identitásúnak. Hát... Ilyen nagyon merev, szabálykövető vallásosságot tanított nekem a pap, és ez elég riasztó volt. Nála például nem kellett melegnek lenni ahhoz, hogy valaki elkárhozzon, hanem elég volt reformátusnak lenni. Hétvégéken nagyon sokszor a nagymamáméknál voltam vidéken, úgyhogy én a vidéken jártam templomba, ott meg nagyon közösség nem volt, sőt annyira megörültek, hogy jön egy gyerek, hogy én voltam a minisztrás, aki Pesten lakott, és így 300 kilométerre arrébb minisztráltam. Volt egy időszak, amikor más vallások felé kacsingattam, és aztán úgy éreztem, hogy mégiscsak a katolikus vallás az a nyelv, ami által én kapcsolatba tudok lépni Istennel, és valahogy mégis itt kötöttem ki. És az a nézőpont alakult ki bennem, hogy a vallásnak annyiban van értelme, amennyiben választ tud adni az életünk nagy kérdéseire. Olyan 10-12 éves korom környékén vetődött fel bennem a gondolat. Amióta megláttam a szomszéd fiút gatyában cigizni a lépcsőházban, ez nagyjából olyan, ez a viccesebb része, de nagyjából olyan 15-16 éves koromra. Balettelőadásokra jártunk a szüleimmel, és nekem nagyon tetszett a fiúknak az alakja a szűkarisnyában, és ez nagyon vonzó volt számomra egyrészt, másrészt meg nagyon felkavart. Amikor már egyetemre jártam, akkor már úgy kezdett kiéleződni a dolog, meg akkor kezdtem már, párhuzamosan jártam szombaton a melegbuliba, aztán vasárnap reggel meg a templomba. Az iskolában, ahova jártam, ott rendszeresen ment a poénkodás ezzel, ilyen buzi viccek, tehát hogy így az jött le a környezetből, hogy melegnek lenni az nem egy járható út, hogy ők ilyen nevetséges, alárendelt, kinevetni való figurák. Az eredeti vallási közösségben ott senkinek. Volt egy lány, akivel neki is volt egy érdekes titka, nekem is megvolt ez az életem. Valószínűleg tudtuk egymásról, de sosem mondtuk ki. A katolikus egyház nézőpontja az, hogy a házasságon kívüli szexualitás az teljesen tiltott. Tehát én bármilyen szexuális vágyat, szexuális fantáziát, azt bűnnek éltem meg. Tök mindegy, hogy most melegként vagy heteróként nem él szexuális életet a házasság előtt. Azokat a dolgokat tudtam gyónás elé vinni, amelyek az én Isten kapcsolatomban valamilyen problémát okoztak. És érdekes módon a melegség az én Isten kapcsolatomban nem szólt bele. Az én egyházhoz való kapcsolódásomban okozott problémát. Hetente. Ritkán, tehát 2-3 havonta. Ez nem egy jó dolog. Nincs. Jelenleg nincs. 21 éves korom környékén voltam először fiúval, és hát olyan 23-24 voltam, amikor már párkapcsolatot is kezdtem keresni. Az ember az társas lény, tehát nagyjából párkapcsolatban képzelem el a jövőmet, és jó lenne, hogyha ebben lenne egy egyetértés. A szeretet Isten nem tartott bűnösnek azért, mert valakit szeretek. Igen. Igen, ez így bennem van. Szeretnék, igen. Vannak ilyen dolgaim, hogy legyen egy házi esküvő, amit nem tudom, hogy fogok megoldani, de az mégiscsak, nem tudom, most igazából most a vőlegény szól belőlem, nem pedig a férj, hogy az úgy kell, vagy az egy plusz töltetet ad a házasságnak. Úgy állok hozzá, hogyha ő szeretne, akkor nem tiltakoznék. Én így magamtól nem ragaszkodom hozzá.
szeretnék gyerekeket is, és azoknak is szeretném ezt a vallásosságot, ezt az Isten kapcsolatot továbbadni. És emiatt is lenne jó, hogy egy olyan pártnál lenne, aki ugyanúgy hozzá tudja tenni az ő értékeit, vagy legalább nem nézne rám rossz szemmel, amikor én megpróbálom hozzáadni a saját vallásos értékeimet. Ha lenne, valószínűleg megkereszteltetném. Gyakorlatilag igen, és jó lenne, hogyha a párom az ebben is. De valószínűleg mire eljutunk odáig, hogy lenne egy párom, a férjem, akivel egyébként egy egyházi esküvőt is gondolunk, azon valószínűleg ugyanúgy természetes lesz az, hogy a gyerekeket megkereszteljük, mint mondjuk nekem. Most a Mozaik keresztény közösségben járok, egy ilyen 7 éve, ami azért érdekes, mert valahogy ezt tanítja, hogy nekem van egy saját Isten kapcsolatom, és hogy erre figyeljek, és igazán ez számít. Tagja vagyok a Mozaiknak. Úgy gondolom, hogy ez számomra egy olyan közösség volt, ami ezt a menedéket, vagy ezt a biztos pontot és biztos közösséget. Itt inkább azt mondanám, hogy a közösség az, ami a legfontosabb, azt megtaláltam. Valami olyasmi érzés volt, hogy így otthonra találtam egy olyan közösségre, ahol szabadon beszélhetünk a hitünkről, az élményeinkről, a megéléseinkről, és nem az van, amit a Bab bácsi mondta, hogy azt kell elfogadni és követni, hanem hogy egy ilyen közös gondolkodás, közös istenkeresés zajlik. Nagyon sok mindenben átsegített az, hogy csupán az, hogy ennek a közösségnek a része lehetek, és a benne lévő emberektől, és a köztük lévő, tényleg azt kell mondanom, jézusi szeretetben én hozzáteszek, feloldódom, menedéket kapok, tehát minden, ugyanúgy részese vagyok, és ez így nem véletlenül vagyok benne még mindig. Elég gyakori, hogy a saját vallási közegükben nem találják a helyüket, vagy úgy érzik, hogy ott nem bújhatnak elő, vagy ha előbújtak, akkor nem megfelelő, nem éppen baráti válaszokkal találkoztak, és így találnak ránk. Többen vagyunk, akik protestánsok, én katolikus vagyok, jó, mondjuk a legtöbb az katolikus, de ez sajnos abból adódik, hogy eleve katolikusok vannak többségben Magyarországon. És még azt is kell mondanom, hogy a vallásosság szintjében is vannak különbségek, és néha egymásból merítünk így erőt, hogy meglepődök, hogy valakinek milyen tanúságtételei vannak.